kenyér gabonafélék, illetve kukoricalisztjéből sült erjesztett tészta az újkorban alapvető néptáplálék. Némileg különböző formában ugyan, de a világ minden részén fogyasztják. Az edelényi kemencés baráti kör stábunkat bevezette a házi kenyér készítésébe a borsodi tájházban. Teljesen a kemence felmelegítésétől kezdve a késztermék felvágásáig végig követhettük a folyamatot. Hát a kemencének a felfűtése, ez körülbelül egy olyan 3 órát vesz igényben. Ezt régebben szőlővegyével, kukoricának a szárával, tehát minden olyan dologgal, ami idézőjelben hulladék volt, avval fűtötték fel. Ugyebár a mai világban már ezt fenyőfával, száraz fenyőfával, tehát az a lényege neki, hogy a lobbanékony fával, tehát hogy ami lánggal ég. Utána van egy másik dolog, ami nagyon fontos a kenyér sütésnél, hogy a hőmérsékletnek a meghatározása. Mostanában építenek olyan kemencéket, hogy amiben már beleszerelik a hőmérőt, és abban meg lehet állapítani. Mi nekünk az vált be, hogy egy lisztpróbát csinálunk, ami abból áll, hogy a kitakarított kemencének az aljára egy félmaréknyi lisztet beszórunk, és azt megnézzük, hogy milyen intenzitással hamvad el. És hogyha ezt megfelelő megtaláljuk, akkor ugyebár mehet a kenyérnek a bevetése. Körülbelül 3 éve sütünk itt a borsodi tájházban kemencében sült kenyereket. A kemencében sült kenyér egy picit eltér a otthon készíthető kenyerektől, hiszen sokkal autentikusabban sül. A felfűtött kemencében ugye semmiféle sütőedényt nem használunk, hanem a felfűtött kemence talapzatán sül a kenyér. Ehhez a kemencében sült kenyérhez jó minőségű lisztet használunk, aztán otthon elkészített, előre elkészített kovászt, sót, és most egy kis krumplinak a főzőlevével dagasztottam a kenyeret. Régen ugye a szárított kovászt használták, ma már ez ugye nem annyira fontos, hiszen az előző kenyérből elveszek a tésztából, és utána azt liszttel és vízzel elkeverve, egy pici élesztővel egy éjszakán át hagyom kelni. Ebből egy nagyon szép állagú, bugyborékos előtészta lesz, amit aztán a dagasztás során hozzákeverek a tésztához. 20-25 perc után látszik, ha a tészta szép, sima, felületű és hólyagos, akkor kész a kenyér tésztája, amit lisztezett teknőbe vagy valamilyen edényzetben letakarva pihentetünk és kelesztünk legalább 1 órán keresztül. Az 1 óra kelesztési idő alatt érdemes egyszer átgyúrni még lágyan a tésztát, hogy jó, laza szerkezetű kenyeret kapjunk a sütés végére. A kelesztési idő letelte után a tésztát lisztezett deszkára borítjuk, és elosztjuk. Hát most éppen, amit készítettünk, ez 5 egyenlő részre osztottuk. Szépen megformázzuk, és lisztezett kelesztőkosárba, vagy éppen kibélelt, konyharuhával kibélelt kelesztőkosárba rakjuk a megformázott kenyértésztát, amit ismét kelesztünk, és a kemence ez alatt szépen felfűtődik. Ha a tésztánk szépen megkelt a kosárban, a kemence pedig alkalmas a sütésre, akkor kezdődhet a kenyér bevetése. A megkelt tésztákat lisztezett bevetőlapátra borítjuk, és bemetszést ejtünk rajta, majd pedig a forró kemencébe rakjuk, és körülbelül 40-50 percig sütjük, attól függően, hogy a kenyér milyen méretű.